Kijöhet Halmosi szöglete a túloldalon, sikerül elfejelni, de ott van még a labda, és egyenlít a haladás. Alig telik el 3 perc Barci találata után, és Steph Wills góljával már is kiegyenlítenek a szombathelyiek. És Rados egyébként belesérült itt az előző akcióban, de tudta folytatni a játékot. Megint rosszul jött ki a kapujából a Diósgyőr hálóőre, ütközik egyet Jánvárival, Leandro Martínez a túloldalon visszaszerzi azt, és aztán Steph Wills 4 méterrel be tudta passzolni a kapuba.